Üdvözlöm, mai vendégünk Hászabó Sándor fotós. A magyar sajtófotó pályázaton természet és tudomány kategóriába nem is olyan régen első helyezést kapott. Miről szól pontosan ez a sorozat, a díjnyertes sorozat? Ez a sorozat a tavalyi Borsodi Árvíz idején készült, és a szolnokai harcászati helikopter, ez az egyik Mi-17-es helikopterével mentünk át a hajnali órákba Miskolcról Szolnokra, tehát a miskolci repülőtérre, a szolnoki repülőtérre alkatrészé, és akkor mondták a pilóták, hogy hát Sándor, nem sok keresnél valójában, mert párás az idő, a fények se olyanok, tehát ez hajnal 17:30 volt, de jöjjön, legalább repül egy kicsit a nagyvassal. Mikor visszajöttünk, még a Bógyi Zsolt, a Honvéd alezredes helikopterpilóta, jó ismerősöm, aki 2010-ben lett a év helikopterpilótája, tavaly ő kapta meg a 2010 év helikopterpilótája címet, mondta a Zsolt, hogy hát Sándor, inkább ígyunk meg egy kávét, azt mondja, repültünk egyet, de hát fotózni igazándiból láttam, hogy nem volt lehetősége. Hát mondom, csodálatos képek születtek, Zsolt, ebbe az időben. Hát én nem láttam semmit, mondom, az nem is baj, hanem Zsolt, magának mindig előre kell nézni, én lefelé nézek. Az a jó, hogyha ő nem lát semmit, csak az utat figyeli és a botot fogja, én meg a kamerát. Ez humoros, tehát nem kioktató jellegű volt, hiszen a levegőben járó emberek között azért mindig van egy kis cukkolódás, és egymásnak a csipkelődésed ez nem rossz indulatú. Inkább egy ilyen kis humoros torzsalkodásnak lehet mondani. Elkészültek ezek a képek, hát ő is ledöbbent, hogy mit meg nem látott a kamera. Mondtam, hogy ezt a kamera látta, csak meg kellett nyomni a gombot, a többi a digitális technikájé, amely rögzítette ezeket. Hát ez nem úgy van, ez szem is kell. Hát mondom, legelőször is inkább digitális technika. Lényeg az, hogy feladtam a munkaadómnak egy fél órán belül a Magyar Táviratirodának. Délelőtt már kint volt az európai hírügynökségeknél, az európai hírügynökségeknek a kínálatából merített a tengeren túli hírügynökség, és délután már fenn volt a New York Times és a Herald Tribune-nek a címlapján, illetve először a honlapján, tehát a honlapján, és másnap pedig a címlapján ez a sorozat, és utána szóltak, hogy egy ilyen blogbeírás kezdődött el, hogy így még árvizet ábrázolni nem láttak, és ilyen így kihasználni a fényeket, meg ezeknek a hatásait, meg így meglátni, tehát ez ritkaság. Tehát gyakorlatilag ezt a képsorozatot, ami most pályadíjas lett, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy bevezetés sorozat volt, tehát ezt már nem csak Magyarországon ismertek, hanem kint is, és ennek is volt köszönhető, hogy a külföldi zsűritagok is, tehát zsűritagoknak az emlékezetében megmaradt ez a sorozat. Hogy akkor azért mondhatjuk, hogy egy nap alatt bejárta a világot a fotósorozat. Igen, tehát ez jelenti egy hírügynökség, ez jelenti a média. Erre mondanák azt az öregek, a nagy öregek, hogy a jó kép áttör minden betonfalat. Miket ábrázoltak pontosan a képek? Mik voltak azok az értékes információk, amelyek ennyit jelentettek a világ sajtó számára is? Hát, tehát hogy más szempontból közelítettem meg az árvizet, tehát ez pedig az, hogy a fölülről a természet, tehát a természet és a víz és a víz utáni maradt
rajzok, alakzatok, amelyeket a Föld rajzol ki, tehát ezt vettem észre, és azokat a különleges fényhatásokat, ami ritkán adatik meg, hiszen ahhoz, hogy valaki a levegőben legyen pont akkor és pont abban az időpontban, az nem mindig adatik meg, és nem mindenkinek. Nagyjából így tudnám összefoglalni. De különben is, ha azt nézzük, ezek a kedvenceim, hiszen a földrajzok, hiszen egy légifotósnak nem csak le kell fotózni a városokat, településeket, meg az ország szép tájait, hanem az egy valahol egy felső szint, hogy észrevegyem a természet rajzait. Tehát, hogy egy más dimenzióból lássam fölülről a világot, más dimenzióból lássam azt a környezetet, amit fotografálni szeretnék, és azt észrevenni, hogy fölülről valamit, valamilyen alakzatot, idézőjelben mondva, tehát a Földnek a művészeti alkotásait megkapni, vagy megfogni a kamera segítségével. Ehhez szem kell, azt hiszem. Mi kell egyébként még a légifotózás? Azt gondolom, hogy ez nem egy általános területe a fotózásnak. Vannak valamilyen plusz dolgok a fotós, illetve mondjuk az időjárás, vagy a körülmények részéről? Hát, legelőször is, hogy légifotózáshoz két dolog kell. Kell egy fényképezőgép, egy jó fényképezés, meg egy helikopter. Ha ez mind megvan, akkor helikopterbe kell egy üzemanyag, hogy fel tudjon szállni, ez nem egy olcsó mulatság, és valaki sokat tudjon rendszeresen repülni. Nekem megadatik ez a lehetőség, immár 18 éve. Én a Országos Rendőr Főkapitányság Készenléti Rendőrség légirendészetének helikoptereivel repülök, immár 18 éve. 2800 órát töltöttem a levegőbe velük, és szolgálati repüléseken veszek részt, tehát ez azt jelenti, hogy nem én értem van a helikopter, engem csak visznek magukkal, tehát lehetőséget biztosít a rendőrség, és ez idő alatt a szolgálati repülések keretében, vagy útvonal repüléseken fotózhatok, és tudósíthatom a magasból a Magyar Távirati Irodát. Ez azt jelenti, hogy ezek a szervek is felhasználják ezeket a fotókat, tehát azon túl, hogy a sajtó látja ezeket a fotókat, hogy a légi rendőrségről is beszélgettünk, használják? Igen. Tehát a Magyar Távirati Iroda, tehát ezáltal segíti a rendvédelmi szerveknek is a munkáját, hiszen katasztrófa helyzeteknél, különleges eseményeknél, tehát ma már szinte nélkülözhetetlen a légifotó, illetve a légifotó által biztosított képi információ, lásd most legutóbb a lőszfalömlést, vagy lásd most legutóbb a ár- és belvizeket, tehát járság Borsod megyébe, tehát a védekezésben résztvevő szervek számára, tehát hasznos információt adnak a magasból, hiszen nagy rálátási területeket biztosít, tehát a szakemberek számára, akik a védekezési munkálatnak a megszervezésébe, illetve adott helyzetekben vagy esetekben, tehát azoknak a lokalizálásában jutnak hasznos információkhoz a légifotók segítségével. Beszélgettünk, illetve említette már többször az MT-t, ugye tudjuk, hogy az ön munkahelye most ugye az MT-nél van. Az MT részére készít légifotókat, illetve sajtófotókat. Hogyan került ehhez az országos szervezethez oda, illetve hogyan maradt meg ilyen sikeres ott a munkája? Ugye 18 év, hogyha jól tudom, azóta légifotózik, és hogy előtte is már dolgozott a irodánál. Egy 60-i segített a 60-inak. Egy nagyon egyszerű dolog. 60-i Bajza gimnáziumban jártam, és ott egyik legkedvesebb tanárom, nyugodjon békében, Németi Gábor tanár úr volt. Ő egy nagyon eredményes honismereti szakkört vezetett. Én már akkor 10 éves korom óta fotóztam, gimnáziumban mentve természetes volt, hogy tanár úrnak a honismereti szakkörébe becsatlakoztam, mint fotós,
és tehát segítettem tanár úrnak a honismereti munkáját. Aki nekem biztosított jófajta felszerelést, amivel élvezett volt dolgozni. Tehát múlt az idő, tehát diáktudósító lettem a Heves megyei Népújságnak, tehát mint gimnazista, majd utána ösztöndíjas, utána fotósuli, Práter utca, újságíróiskola, és utána visszakerültem a laphoz, és egy véletlen folytán tanárunknak itt volt az egyik, mint utólag kiderült, egyik jó ismerőse, a Bajkó József, szintén nyugodjon békébe, lehet, hogy kevés ember van, aki volt főnökére, manapság azt mondja, hogy nyugodjon békébe, de ez egy hajdúsági ember volt, tisztességes. Itt volt a tanár úrnál látogatásban, és akkor épp jövök itt a toronyházán autóval, és akkor mondja a németikában, azt húszunk már megint megfozózni. Hát ki az? Hát azt mondja, egyik volt tanítványom, aki honismereti szakkörben, ő volt a fotós, most a megyei lap fotósa. Hú, azt mondja, nem tudná összehozni velem, mert nekem meg ide kell Heves megyébe egy tudósító. És akkor lényeg az, hogy a németi tanár úrnak az ajánlása is hozzájárult ahhoz, hogy utána, idézőben mondom, hogy kiválasztott, mert azért egy médiához kerülni azért kell egy ajánlás is, tehát szakmaira gondolta, nem másra, hogy kiálljon az az ember, és arra az emberre ne hozzá szégyent. Na hát így kezdődött, és akkor lett egy olyan főnököm jó ideig, akit Bajkó Józsefnek hívtak, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és tehát így volt 60-i vonatkozása ennek az egésznek, tehát hogy 60-i segítette a 60-it, hogy a MT munkatársa legyen. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az élet egy nagy lutri, minden, tehát nagyban hozzájárul a szerencsés, hogy mikor, hol van és milyen szituációban az ember. Tehát nem csak az élethez kell szerencse, hanem a pályafutáshoz is az embernek. És hogy mennyire megváltoztak ezek a dolgok, meg hát a világ is jellemzi az, hogy régebben, tehát mi kellett? Kellett az, hogy szem, kellett az, hogy technika és kapcsolat. Tehát első volt a szem, a technika és a kapcsolat. Ma teljesen megváltozott a világ. Ma első a technika, kapcsolat és a szem. Mondaná valaki nekem, hogy sokat vitatkoztunk ezzel kollégákkal, de sikerült őket meggyőznöm, és be is bizonyítottuk, hogy elővettünk egy kamerát, tessék itt egy kamera, és akkor csináld meg ezt, és ezt a témát. Hát nem tudom, mert hogy jutok oda? Ja, akkor második verzió, igaz? Hiába, hogy van jó kamerát, de nincs kapcsolatod. Ha már van kapcsolatrendszered, hiszen egy médiában dolgozóra kommunikálni is kell, a másik, hogy elfogadják őt, megbízzanak az emberek benne, meg az információjába. Ha van egy kapcsolatrendszered, akkor utána már van a technikád is, akkor már csak egy szem kell. Igaz, hogy megváltozott? Nem? Így van. Tehát hiába van akármilyen szuperkamerája, akármilyen tehetséges, hogyha nem tud valaki kommunikálni, nem tudja magának megteremteni azt a kapcsolatrendszert, akit lehetőséget ad arra, hogy megbízom benne, tehát olyan tekintetben, hogy megbízom benne, hogy tényleg korrektül tájékoztat, akkor soha nem fog a lehetőségekhez jutni, amit ő szeretne csinálni. Jó, erre látom a szemedről, mondanád azt, hogy erre vannak példák. Igen, mondanád, de most ebben hagyd ne menjünk bele. Ellen példák. És pont itt a példákba akartam én is belekérdezni, hogy egyébként önön kívül mennyien kaptak még lehetőséget ilyen légi fotózás a Magyarországon? Egyáltalán ez mennyire gyakori szakma? Csinálják jó páran, tehát egyszer üzleti érdek, üzleti nem egyszer, hanem sokan csinálják, tehát üzleti érdekből. Egy jó fizető szakma, tehát a
hát lásd az elmúlt időszakban, tehát kereskedelmi tévéktől kezdve, meg különböző kiadványok, stb. De tehát maradjunk abban, sokan csinálják. Mert rengeteg lehetőséget hordoz magával, hiszen egy országot tud egy mászögből bemutatni egyszer, a másik pedig, hogy utóbbi időben például ez a légifotózás előjött a különböző perek, bírósági ügyeknél is, hiszen van olyan légifotós ismerősöm, aki budai hegyekben repül, egy siklóernyője van, egy motoros, hátimotoros siklóernyője, egy kis kamerája, és ő például arra szokosodott, hogy jómodú emberek feleségének a titkait kémleli. Vagy például be kell bizonyítani, hogy a férj vagy a feleség megcsalta egymást. Hát igen, csak ez eléggé veszélyes, mert már volt, hogy vadászpuskával is lőtek rá a budai hegyekbe. Tehát ilyen is van, tehát ez nem csak én mondom, tehát ez meg is jelent egy pár évvel ezelőtt a bulvárba is. Tehát, nem mindenki tájképfotózásra szakosodik. Nem mindenki tájképfotózás, a másik pedig a mezőgazdaság számára készítenek felvételeket, tehát termésbeszélés, akkor például a vadászat, vadgazdálkodásnak, hiszen olyan helyekre be tudnak jutni, és akkor ezt fel tudják kamerázni, térképezni, ahova gemenc meg egyéb helyekre, ahova nem tudnak bejutni az emberek, mondjuk még terepjáróval se. Tehát sokrétű ez, nem egy olcsó mulatság, de mindig megvannak hozzá a anyagi lehetőségek, akinek szüksége van, hogy megcsináltassa ezt. De olyan is előfordul, mint az elmúlt időszakban volt, hogy jó pár kollégám végezte a repülő szerencsétlenségbe. Tehát egy olcsó, kis megbízhatatlan géppel szálltak magasba, lásd, amik voltak elmúlt és a Budapest körzetében, amikor lezontak ezek a kis gépek az elmúlt 5 évben, ott mindig az volt, hogy meghalt a légifotós, vagy különböző sérüléseket szenvedett. Tehát én ilyen gépekre nem ülök, inkább nem repülök. Tehát az, hogy valakinek az ember odaadja az életét, és rábízza az életét, oda kell egy bizalom is. Én a légirendészekben találtak meg ezt a bizalmat, Közép-Európa legjobban képzett rendőrpilótái, a másik pedig, hogy a legjobban karban tartott gépek. Veszélyes helyekre nem is repülnek be egyébként? Akár erdőtüzek fölé például, vagy... Katasztrófa helyzetek, tűzesetek, vagy a fűzfői robbanás, meg egyéb, oda természetesen csak a robbanás területének a széléről, mert vannak azért biztonsági rendszabályok, hiszen ilyenkor különböző szennyeződés terjeng a levegőbe, és ez nem jó a repülőgépek hajtóművé. Hogyne, tehát ilyeneket is csinálunk. A kárfelmérés kapcsán, vagy itt volt például a Török Bálint, amikor volt a petárda raktárnak a robbanása, annak a felmérése, illetve a területnek a regisztrálás, hogyne, tehát ilyen területeket is szoktunk csinálni. Vannak amelyekre mondjuk nagy álma volt, hogy lefotózza és sikerült, vagy amelyikre a legbüszkébb, legjobban készült fotók, esetleg esemény, amire kimehetett a légirendészettel? Sose nem készülök, mert úgy értem, hogy készülök az útvonalra, hogy akkor tudom, hogy nagyjából merre megyünk, tehát milyen vagy mik a lehetőségeim, de annyira egoista nem vagyok, hogy legekre készüljek, mert akkor sose jön elő a leg, hanem a leg mindig akkor jön elő, mikor nem készül az ember, és magától látja meg az ember. Tehát legre nem lehet készülni, az mindig magától jön.
Hát itt volt például ez a sorozat is, amivel kezdtük a beszélgetést. Gyakorlatilag egy párás reggeli idővel, vagy egy hajnali idővel indult az egész nap, ahol más ember azt mondta volna, hogy nem úgy légifotózni, de mi kávét inni is korai még, várjunk egy órát, és sikerült összehozni a leget. Tehát a legre sose készül az ember, mert ha készül az ember, akkor sose jön össze. Említettük még az MT-n vonatkozásában, hogy ugye 60 segített 60-nak. De ha jól értesültem, a nevében is, ugye a fotószakmában Hászabó Sándor nevet használ, a nevében is van 60-i vonatkozás. Amikor oda kerültem a Magyar Távirat Hírodához, két Szabó Sándor volt. Az egyik Szabó Sándor kollégám az a Sportnál volt, én meg a fotóhoz kerültem, és ilyenkor azóta a szokás, tehát etikailag, hogy ne zavarjuk egymást, hogy valamelyik megváltoztatta a nevét, vagy valamilyen jelzőt tett a nev elé, aki később jött. De nem csak ez a MT-n, ez mindenhol a sajtószakmában így volt, hogy megkülönböztet. Tehát mindig a fiatalabbnak, aki odament, annak kellett, hogyha azonos nevűek voltak, valamilyen jelzővel megkülönböztetni saját magát a másiktól. És akkor jött, hogy hát akkor miért mennék én H? Igaz, hogy erre sok mindent mondtak, hogy H, de hát én mindig azt mondom, az 60-i. Igen. És arra legyen büszke az ember, hogy itt éltek a szüleim, itt éltek az őseim, tehát hogyha nem hagytam el a várost, és a városra hagyott el engem, mert ide jó elmenni, tehát én is jó elmenni, de jó visszajönni is. Tehát ez egy nyugodt kisváros, mindent megtalálok itt, tehát akkor minek menjek Pestre? Lehet valamit már arról tudni, hogy mi lesz a következő cél, útvonal, amit be fog járni, a magasban is lefotózza? Mert február 20-a környékén lesz a nagy megmérettetés, a nemzetközi WordPress. Tehát ez a világ fotósainak a seregszemléje. És ezen pályáztam több anyaggal. Ez február vége felé lesz, tehát eredmény. Hirdetés. Hát nem bízunk el magunkat, de reménykedünk. Hogyha nem is nyerünk, de legalább egy vagy két képpel, mert voltak Magyarországon sajnos olyan események, tehát amik bejárták a világ sajtót, hát ilyen volt a Vörös Iszap, ilyen volt a Borsodi Árvész, ezek egymás után jöttek szinte. Ehhez kapcsolódó képekkel pályázott erre a WordPress? Igen, tehát ezekkel, hiszen a Vörös Iszap fölött is mi levegőben voltunk, és folyamatosan tudósítottunk. A Vörös Iszapnak a történéseiről, tehát, és pályáztam, hát azt majd meglátjuk, tehát majd eldöntik a szakmának a nagyjai, hogy mire értékelik a munkámat.